Személyi változások vannak, illetve lesznek a Karcagi Múzeumban. Tavaly két munkatárs vonult nyugdíjba, az ő pótlásukat igyekszik elsősorban megoldani az intézmény. A közgyűjteményben márciusig látható a Badár Balázs és Bozsik Kálmán munkásságát bemutató kiállítás. Miután azt lebontották, a Bihari Népművészeti Egyesület múltját, jelenét bemutató kiállítást rendezik be a közgyűjtemény munkatársai. A többi még ugye alakulóban van, fafaragó kiállítást is szeretnénk tervezni, illetve hát majd ami jelentős programja lesz ennek az évnek, hogy a névadónkat, ugye Györfi Istvánt, aki Karcagon született, ebben az évben ünnepeljük a névadónknak a 140. évfordulóját, születésének 140. évfordulóját. Tehát ebből az alkalomból szeretnénk egy megemlékezést tartani majd október hónapban. Ugye a nyár folyamán a kiállító helyeink ugyanúgy nyitva lesznek, bízunk benne, hogy a pénzügyi lehetőségek is lehetővé teszik, illetve hát ugye a géniusz kiállítás bezárult, aminek a múzeum, Karcagi Múzeum is részese volt, ugye a kisbundánk járta végig az országot, és ez most hazatért, úgyhogy szeretnénk majd ilyen hónapműtárgya keretében Karcagon is a többiek elé tárni a honlapon. Tehát szeretnénk egyrészt a virtuális térben is kicsit jobban megjelenni, hiszen hogyha valamilyen anyagi feltételek miatt kevesebb lesz a látogató létszám, akkor, vagy kevesebb lesz a nyitvatartási lehetőségünk, akkor más lesz. Illetve hát a raktárunkban a folyamatos revíziózás zajlik, ami múzeumi kötelező szakmai feladat, és hát ugye ebben az évben talán már meg tudjuk nyitni a szélmalmot, ami tavaly nem volt látogatható felújítás miatt, meg tudjuk nyitni talán a tájházat, a nagykunsági tájházat, amely szintén elkészült a felújítása, és hát bízunk benne, hogy vonzani fogják a látogatókat. A fazekas házunk természetesen továbbra is nyitva van, és különböző programokat szervezünk, tehát fazekas tanfolyamokat, illetve fazekas szakköröket, bemutatókat szervezünk, csak úgy, mint a múzeumban múzeumpedagógiai foglalkozásokat. A közgyűjtemény munkatársai idén is, mint minden évben azon lesznek, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten, némelykor azon is túlmutatóan, legalább annyira színvonalas kulturális szolgáltatást nyújtsanak a karcagiaknak és az érdeklődő közönségnek, amilyet már megszokhattak.